Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Arról fogunk beszélgetni, hogy bár méretét, tekintélyét, súlyát nézve a Google is ott lehetne a nagy online piacterek között, de még sincs ott. Úgyhogy ezt fogjuk megvizsgálni, ennek a hátterét. Rögtön kezdve azzal, hogy megnézzük, mi is az az online piactér, hiszen online adás, vagy az online térben adásvételek bonyolódnak sok helyütt, de nem mindent nevezünk piactérnek. Úgyhogy Palocsai Gézával, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával nézzük át ezeket a dolgokat. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok én is! Nézzük ezt a piactér definíciót, mikor mondjuk azt egy nagy online placra, hogy az egy online piactér. Akkor hívjuk az online felületeket online piactérnek, hogyha nagy számban jelennek meg az adott oldalon eladók, és jellemzően magánszemélyként vásárlóvevők, illetve ahol a vásárlás teljes folyamat lebonyolítható az adott felületen keresztül, és többségében fizikai áruk, nem pedig csak szolgáltatások cserélnek gazdát. Ez természetesen nem zárja ki, hogy szolgáltatásokat is lehessen értékesíteni egy adott piacteren, de a klasszikus definíció szerint eladók, nagyszámú eladó, nagyszámú vevő, aki jellemzően magánszemély, és nagyobb részben fizikai áru cseréje során szoktunk ezeket a felületeket online piacra. Ez globálisan és lokálisan is értelmezhető, ugye? Tehát ti is azok vagytok. Abszolút, így van. Mi is, tehát a Jófogás is piactérnek tekinthető, és használható piactérnek tekinthető. Na, nézzük akkor a legnagyobbakat, hogy hogyan áll a rangsor, ugye, mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy miért nincs ott a Google, akkor kik vannak itt? Kétféle megkülönböztetést is hoztam, illetve kétféle rangsort is hoztam, és nagyon jó, hogy itt csináljuk ezt a műsort, és nem Kínába, ugye, ahol betiltották tiszta rangsorokat. Tiszta szerencse. Egyből tudunk is erről beszélni. Tehát az egyik az látogatás alapján rangsorolja a piactereket, a másik pedig az eladott áruk értéke, azaz a GMV alapján rangsorolja őket. Nagyon érdekes a különbség. A látogatás alapján nézzük a piactereket, akkor az Amazon az első, 5 milliárd havi látogatással, ez egy brutálisan nagy szám. A második az eBay, 1,7 milliárddal, utána egy dél-amerikai szereplő a Mercado Libre jön, akit a Rakuten követ, aki egy japán piactér, majd az AliExpress, a Shopee, ami egy dél-kelet-ázsiai piactér, a Walmart, az Etsy, és két kínai szereplő, a Taobao és a Pinduoduo követ, tehát így néz ki a top 10. Ugye itt ebből a top 10-ből az az érdekes, hogy milliárdos látogatás fölött csak az első kettő van. Tehát az Amazon és az eBay esetében lehet erről beszélni. A többiek ez alatt maradnak. Nyilvánvalóan így is brutális méretű látogatás számokat generálnak, de mindenképpen a milliárdos klubban nem tudnak belépni, ha a látogatottságot nézünk. Egyébként ezt a látogatottság alapján megcsinálták a top 100 marketplace-es listát is, ami egyébként az ősz eladásnak a 95%-át hozott. Tehát a top 100 piactér a világon jelenleg az összes piactereken történő eladásnak a 95%-át tudja lefedni, tehát ezek elég jelentős szereplők. Két ismerős van még a látogatás alapú listán nekünk, a 31. helyen az Otto, a 39. helyen pedig az Emag szerepel, és ha Emagról beszélünk, akkor itt nem csak a magyar Emagra kell gondolni, hanem ugye az Emag alapvetően Romániából indult, és ott meghatározó cég, aki nem csak Magyarországon, hanem például Bulgáriában is, illetve azt hiszem, hogy talán tavaly áprilisig Lengyelországban is jelen volt. Tehát ebben a régióban szereplő nagy piacterek közül az Emag a 39. helyre tud felférni. Ha viszont azt nézzük meg, hogy az eladott áruknak az értéke hogyan alakul, akkor teljesen más listát kapunk. Tehát ott a top 5-ben összesen 3 kínai és 2 amerikai cég tud bekerülni. Itt az első a Taobao, aki látogatottság alapján a 10. volt, ugye? A második a Tmall, aki be se fért a látogatottság alapján a top 10-be. A harmadik az Amazon, a negyedik a JD.com, és az ötödik az eBay, tehát látszódik, hogy itt például a top 2 helyen azt abszolút uralja a kínai. De ez hogy lehet? Az Amazonra meg az eBay-re nézelődni mennek az emberek, és vásárolni meg
Tehát, hogy ott minden, a kínai szájtokon mindent megvesznek, amit meglátnak, az Amazonon meg csak nézelődnek, vagy hogy jön ez ki? Valószínűleg a válasz a kérdésben ott van, hogy azok, akik vásárolnak, azok milyen értékben teszik ezt meg. Uh-huh. Ugye, amikor szoktuk nézegetni, és talán most idén is, majdnem, hogy biztos, hogy lesz Black Friday idén is, illetve az Alibabának is meg lesz a szokásos heti eseménye, és ott is ugye hatalmas különbség szokott lenni az eladott áruk értékében. Tehát a kínai vásárlóerő ezeken a piactereken levő vásárlóerő az magasabb, mint amit az amerikai tud produkálni, és ebből is jöhet az ki, hogy egy 4-5-szörös látogatottság mellett sem tudnak akkora GMV-t produkálni az amerikai szereplők, mint amit a kínai meg tud csinálni. Hát nem véletlen, hogy a nagymárkák ugye mennek oda. De sokszor beszéltünk arról is, ugye, hogy a high-end luxus termékek esetében, tehát a tényleg nagyon-nagyon drága luxus termékek esetében is azért az igazi felvevőpiac azért az ott az ázsiai régiókból érkezik. Valószínűleg ez okozza azt is, hogy ezeken a piacterken sokkal nagyobb értékben történik az árucsere. És a luxus termékek piacán is Ázsiában, ennek jobban megveszik online, mint Európában és Amerikában? Tehát a luxus igen, tehát a tavalyi évben az Alibabán ilyen 150 millió dolláros forgalmat is generáltak luxus termékes piacok egy-két alatt. Tehát, hogy hatalmas méretű ezeknek a vásárlása, illetve a vásár elején nagy rá az igény. Beszéltük azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt arról, hogy hogyan változik például a férfiaknak a hozzáállása a divathoz, a különböző szépségápolási termékekhez, tehát hogy még mindig van bőven potenciál ebben a piacban, és azáltal, hogy azért a turizmus nem éppen a virágkorát élte az elmúlt 2 évben, viszont a luxus termékekre az igény az megmaradt, nyilvánvalóan átterülődött itt a forgalom az online térbe. Na de akkor a fő kérdés, igen, amit beharangoztunk, hogy hol van a Google? Illetve hát mit csinál annak érdekében, hogy ide kerüljön, vagy legalább megközelítse a top 10-et? Nagyon érdekes az, hogy ha megnézzük azt, hogy az egyes piactereken körülbelül mennyi eladó van, akkor az látszódik, hogy mondjuk a Taobao esetében, ami a legnagyobb forgalmat generál, 8 millió eladóval számolhatunk, az Amazonnál van kb. 6,7 millió eladó. És hogyha megnézzük a Google Shopping-nak a szolgáltatását, ami 2013-ban Google Express néven indult el, akkor az látszódik, de már 2002 óta próbálkozik a Google valami fajta alkalmazásnak, vagy piactérnek az elindításával. Jelen pillanatban a Google Shopping rendszerén 1,7 millió eladó van. Amire azt mondhatnánk, hogy hát azért az nyilván kevesebb, mint amit egy Amazon tud, de hát azért nem semmi, biztos, hogy ez egy meghatározó történet, ne kellene, hogy legyen, de mégsem az. Itt a Google rengeteg különböző lépést igyekezett tenni annak érdekében, hogy népszerűsítse a szolgáltatását. Itt már aztán a Google-től kezdve egy csomó minden más neve is volt ennek az egész szolgáltatásnak, amíg elérkeztünk a Google Shoppinghoz. Bocsánat, tehát 2002-ben indították el ezt az irányultságot, és azóta sem sikerült igazából nagy áttörést elérni. Ennek több oka is lehet. Egyik részen az az, hogy nyilván itt a legnagyobb forgalomterelő ezekben a szolgáltatásokban maga a Google lenne, viszont az ilyen irányú tevékenységet általában nem nézik jó szemmel a különböző hatóságok. 2017-ben kapott is az Európai Uniótól a Google egy, azt hiszem, hogy 3 milliárd dollár értékű büntetést, amiatt, mert hogy korlátozta a versenyt, illetve hát olyan versenyelőnyt biztosított a Google Shoppingban megjelenő találatoknak a többihez képest, ami erősen befolyásolta a tisztességes versenyt. Úgyhogy a Googlenek nagyon nehéz ebben a területen áttörést okoznia. Próbálkoztak már a szolgáltatásnak a fizetésvételével, aztán most megint ingyenes, és most nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen, hát hagyják, hogy organikusan fejlődjön, túlságosan nagy fókusz nincsen rajta. Mondom ezt úgy, hogy nyilvánvalóan az ő szintjükön, hiszen azért mégiscsak van közel 2 millió eladó ezen a platformon, de összességében nem látszódik az, hogy nagy áttörés lenne, és ez azért érdekes, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk termékek keresését hogyan indítja az ember,
akkor jelen pillanatban az látszódik, hogy például Amerikában a felnőttek 53%-a, tehát a vásárlók 53%-a nem a Google-ből indítja például a termékkereséssel kapcsolatos dolgait, hanem egyből az Amazonra vagy más terekre megy. De az látszik, ha összeadjuk csak az Amazonra 53% megy, ha összeadjuk a más piac tereket, akkor összességében az látszódik, hogy körülbelül egy ilyen 20-25% közötti részt marad, aki a Google-on keresztül indítja el a vásárlást, tehát termékvásárlással kapcsolatos keresését. Csak nagyon röviden, akkor most ez is egy ilyen vakvágány, mint a Google Plus vagy a Google Glass, vagy azért nem fogja ennyiben hagyni a Google, mit tudunk erről az irányokról, fejlesztésekről? Szerintem nem fogja ennyibe hagyni, ez egy hatalmas piac, még mindig rengeteg lehetőség van benne. Az látszódik, hogy pusztán egy adott szolgáltatásnak a nagysága nem jelent garanciát, ugye a Google Plus-nél, amit teljesen említette, ugye itt próbáltak közösségi médiát is indítani, az nem sikerült. A Google Glass is egy olyan dolog, ami igazából, ha jól emlékszem, akkor talán nem is az első volt a piacon, mert hogy ugye volt a Snapchatnek is egy olyan szemüvege, amivel most kijött a Facebook néhány évre rá. Tehát, hogy itt ez mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy a termékkel van a baj, vagy az időzítéssel van a baj. Például ennél a szemüvegnél. Tehát most ezt a Ray-Ban-es Facebook szemüveget is felkapták, de hogy valóban lesz ebből valami? Hát a Google Glass is az év terméke volt, amikor bevezették, aztán igazából nem lett belőle semmi. Tehát ez egy érdekes kérdés. Nekem vannak azért kétségeim azzal kapcsolatosan, hogy az egyre erősödő GDPR-os szabályozások mellett mennyire tud megmaradni egy olyan szemüveg, amivel te csak úgy fotozgat mindenféle embereket, és aztán töltögetett fel a közösségi médiára, de majd meglátjuk. Google Shopping esetében én azt gondolom, illetve a Google és az elkereskedelem esetében azt gondolom, hogy valószínűleg transformálódni fog valamilyen formátumban, de biztosan nem fogja erről letenni a kezdét ez a nagy óriás. Oké, Géza, nagyon köszönjük, nagyon izgalmas volt. Igen, jó munkát, szép napot neked. Köszönöm neked. Szia. Is, ciao. Palocsai Gézával, a Jófogás és a Használtautó.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogy miért nincs ott a Google a nagy top online piac terek között. Milyen sokat jelent a szabályozás, illetve a félelem attól, a gigantikus cég, hogy van egy határ, amit nem mer átlépni, mert az olyan komoly hatásokkal járhatna, ami az egész cégre kihatna, hogy inkább kicsit elengedi ezt az amúgy egészen jó prosperálónak tűnő, meg elképesztő profitabilitást biztosítani képes területe. Na, nagyon izgalmas volt, igen. Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online. Most ebben a pillanatban kaptuk, nem várjuk meg a hírek végét vele, hogy az M0-ás Nagytartsán Dunakeszi felé baleset következményeként kialakult oszcillációs örvény hatására torlódik. Ja, ezt kérdeztem, hogy ott mi. Jó, akkor baleset van. Jó. Igen. Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.